1999 óta áll Máté Szalkán Közép-Európa első nagyalakos Calvin szobra. Így gyűltek össze idén is a rendezvény vendégei. A város polgármestere Calvin mellett a református gályarabokról is szólt. Amikor a nemzetet, a hazát, a családot és a közös keresztény értékeket folyamatosan relativizálják, lábbal tiporják, mi példát vehetünk ezekről a hősökről, és kiállhatunk a Jóisten mellett. Bár hordozzad zsarnokláncát, érjen kínos rabhalál, ha hiteted el nem játszád, utad égbe nyitva áll. Örvendj mindig és vigadj, emlékezz, ki népe vagy. Sion nincs többé Isten egynél, benne hát ne kételkedjél. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy vissza kell térni az isteni útra. Nyugaton már elfordultak a hittől teljesen, és nem a reformáció vagy a folytatáson törik az agyukat, hanem pontosan azon, hogy a nihilbe, abba a jólétbe élnek, és ez elég nekik ahhoz, hogy leéljék az életüket, és nem függenek attól a fajta jó érzéstől, isteni szeretettől, hogy mégiscsak a megbocsátás és a mennyország vár rájuk. Azt gondolom, hogy nekünk ma reformátoroknak a visszatérést kell, hogy segítsük, hiszen ha nem térünk vissza a hitünkhöz, ha nem Isten lesz a kiinduló pontja a mi világunknak, akkor el fogunk veszni, és nem tudom, hogy lesz-e még egy újabb időpont, amikor lehet felvenni vallásként kereszténységet, 50 év múlva, 100 év múlva, ne adjon Isten, 1000 év múlva. A vendégek a beszédek után megkoszorúzták Calvin János szobrát. Az ünnepségen jelenlévő Fekete Károly református püspök Luther alakját idézte fel. A legelső pontja Luthernek az így szólt, hogy mindennapos megtérésre van szükségünk, mert az ember a mindennapok sűrűjében képes arra, hogy újabb és újabb bűnöket kövessen el, újra és újra kihagyja az Istent az életéből, és ezért vissza kell térni hozzá. Úgyhogy ez a mindennapok reformációja. Aztán van egy olyan pont, amelyik azt mondja, hogy az egyház legnagyobb kincse az evangélium, ez a 62. pont. Olyan nagyszerű életfelismerések vannak az evangéliumban Jézus Krisztus ajándékaként, amit újra és újra tanulmányozni kell. Ezért is volt Luther nagy igyekezettel abban, hogy először a Új Szövetséget németre fordította, aztán pedig a teljes Szentírást, ezzel megteremtve a német anyanyelvet, és ahogy nálunk 1590-ben megjelent a Vizsai Biblia, amelyik kultúraformáló, az egész magyar nyelvet meghatározó szókészlettel, gyönyörű nyelvezetben készült, hogy egészen a magyar ember szívéig juttassa el azokat az igéket, amelyekben nem csak egyszerű népi bölcsesség van, hanem az üdvösségre vezető út. A rendezvény a Művelődési Központban folytatódott, ahol a főszervező Fülöp István, a Reformátusok Szatmáriát Egyesület elnöke a békesség fontosságát emelte ki. Békességre van szükség önmagunkkal. Békességre van szükség a családunkban egymással, szomszéddal, magyarnak magyarral. És békességre lenne szüksége a világnak. Szomszédban háború folyik. Békéért imádkozunk, hiszen tudjuk a történelem könyvekből, Istennek hála, még csak történelem könyvekből szüleink megtapasztalták, hogy milyen is a háború. Mit is lehetne nekünk, reformátusoknak tenni a békéért? Az emléknapon a református iskola művésztanárai műsorát is meghallgathatták a résztvevők.